Üdvözlöm az anonim pszichológiai felmérésen. A tett célja, hogy felmérje a lakosok általános lelki állapotát. A következőkben két képet fogunk mutatni önnek. Kérjük válassza ki, melyik kép vált ki önben kellemetlen érzéseket. Köszönjük a válaszát! Az ön nézőpontja nagy mértékben hozzájárul majd a kutatásunk eredményeihez. A következő részben felteszünk önnek néhány egyszerű kérdést. Kérem, válaszoljon őszintén! Gyakran érzi magát fáradékonynak, és úgy érzi, nincs elég energiája, bármennyit is aludt előtte. Előfordult már, hogy elfelejtette, miért lépett be a szobába. Gyakran van migrénje is vagy fülcsengése. Szokott látni oda nem illő képeket a készülékén. Hallott furcsa hangokat, amelyek forrását nem tudta megállapítani. Érezte már úgy, hogy valaki figyeli. Köszönjük a válaszát! Ha a válasza minden esetben nem volt, akkor gratulálunk, a tesztet sikeresen elvégezte. Most már nyugodtan leállíthatja a videót és folytathatja az életét. A felmérés további része csupán azon személyekre vonatkozik, akik ezen kérdések közül bármelyikre is igennel feleltek. Figyelem! Ön és családja veszélyben lehet. Amennyiben tapasztalt a fent leírtak közül hasonlót, akkor ön nagy valószínűséggel egy anonimmal találkozhatott. Kérem, pontosan kövesse a következő utasításokat. Első. Semmilyen esetben sem. Második. Harmadik. Gyakran igyon forró italt, hogy csökkentse ujjai elveszítésének kockázatát. Negyedik. Ne létesítsen a lénnyel semmilyen kontaktust. Ötödik. Ne vegye tudomásul. Ne. Vegye. Figyelembe. Ne. Nézzen. A szemébe. I'm going to go to the hospital.
Az anonim. Az elnevezés az ismeretlen eredetére utal. Szemnek láthatatlan lény, amely általában nem fordít figyelmet az emberi világra. A bejelentések száma viszont minden évben megduplázódik. Ma már minden tizedik emberre egy anonim jut. Ezek a lények általában az emberre ártalmatlanok, azonban, ha ön találkozott már ilyen lénnyel, kötelességünk tájékoztatni a lehetséges kockázatokról. Kérjük, hallgassa figyelmesen a következő statisztikai adatokat. 100-ból egy ember fáradékonyságról és az elektromos készülékei meghibásodásáról számolt be. 1000-ből egy ember hallucinációkat látott, és tartós rémálmok gyötörték. 10000-ből egy ember enyhe horzsolásokat és égés nyomokat szerzett. 100000-ből egy ember elvesztette valamelyik végtagját. 1 millióból egy ember tartósan elvesztette a valóságérzetét. 10 millióból egy ember erőszakossá vált, és a hozzátartozói életére tört. 100 millióból egy ember lehámozta a saját arcát. Köszönjük, hogy kitöltötte a tesztet, és végighallgatta a tájékoztatást. Amennyiben a videó alatt valamilyen szokatlan dolgot tapasztalt,